nagyon gyűlölöm, mert szerintem engem bepárászodik, szöszös bemegy a számba, nagyon szívesen leveszem. Sokan örültek, ugyanis változtak a közterületi maszkviselés szabályai Tolnán. Még novemberben döntött arról a kormány, hogy a koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében a 10 000 főt meghaladó települések közterein is kötelező a maszkviselése. Azt, hogy melyek ezek a területek, a települések polgármesterei dönthették el. Akkor Tolna város vezetője úgy határozott, a zöld területeket kivéve mindenhol hordani kell azt. Azonban január 6-ától enyhülnek a szabályok a településen. A Pelszoffer Ágnes azt mondja, lazít a szigorításokon, mert jelentősen csökkent a megbetegedések száma. Ezen túl csak a megjelölt köztereken, illetve nyilvános helyeken kötelező az orrot szájat eltakaró maszkviselése. A helyiek közül volt, aki azt mondta, továbbra is hordani fogja a szájmaszkot. Én azért hordom, drága, mert potyognak el az emberek. Úgyhogy én le sem merem tenni, csak otthon. Az új rendelet szerint maszkot kötelezően közintézmények, buszmegállók, üzletek, posta, gyógyszertár, oktatási, nevelési, illetve egészségügyi intézmények 25 méteres körzetében kell hordani. A polgármester az emberekre bízza a döntésjogát, hogy élnek-e az enyhítés lehetőségével. Mindenhol máshol gyakorlatilag nem kötelező, ez nem azt jelenti, hogy nem szabad maszkot hordani. Nyilván, ha valaki úgy érzi biztonságban magát, akkor arra biztatom, hogy használja a maszkot. De magam is találkoztam több olyan, például kismamával, aki a kis gyereket sétáltatta, vagy egy idős emberrel, aki egyedül ment az utcán, és közel-távol nem volt senki. A Pelszoffer Ágnes arra kéri Tolna város lakosait, hogy a kijelölt helyeken mindenképp viseljenek orrot, szájat eltakaró maszkot az egészségük megőrzésének érdekében.